Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, én Petra vagyok. A mai napon elhoztam nektek egy újabb videót, amelyben egy sorozatgyilkosról fogok nektek mesélni, ő pedig nem más, mint Harold Shipman. Akkor kezdjük is el, először csak egy ilyen összegzőt szeretnék elmondani Harold Shipmanről. Harold Shipman a modern történelem egyik legtöbb áldozatát megölt sorozatgyilkosa volt, és ez az áldozat szám, ez pedig 250, ami brutális. Illetve a másik dolog, ami miatt szerintem nagyon-nagyon híres az az ügy, az az, hogy a mai napig ő az egyetlen brit orvos, akit a betegei meggyilkolása miatt ítéltek el. Tehát nyilván volt több olyan orvos is, akit megvádoltak azzal, hogy megölte a betegeit, viszont Shipman volt az egyetlen egy, akit sikerült is elítélni emiatt. A legismertebb beceneve az szerintem a doktor Halász, szerintem ez alapján elég sokan felismerhetitek ezt az ügyet, illetve további becenevei voltak a halál angyala, illetve a jó doktor. Szóval ezután a kis összegző után szerintem kezdjünk is bele a korai életébe. Harold Frederick Shipman 1946. január 14-én született Nottinghamben, Angliában. Az apja Harold Frederick Shipman kamionvezető volt, az anyja pedig Vera Britton. Két testvére volt, illetve a család metodista volt. Azt lehet tudni, hogy Shipman fiatal korában nagyon szeretett rögbizni, és távfutó is volt, illetve a későbbiekben az atlétikai csapat kapitány helyette se. Azt lehet még tudni, hogy nagyon közel állt az édesanyjához, aki amikor Shipman 17 éves volt, tüdőrákban meghalt. A betegségének a későbbi szakaszaiban mindig egy orvos jött hozzájuk, aki morfiumot adott az anyjának. Harold ennek tanúja volt, és látta, hogy az anyjának a fájdalmai eltűnnek, viszont az állapota nem javul, és a későbbiekben ebből az eseményből vett ihletet, illetve ebből a módszerből vett ihletet ahhoz, hogy ugye megölje a betegeit. 1966. november 5-én feleségül vette Primrose May Oxtobit, és a későbbiekben született 4 gyermekük. 1974-ben kezdett el dolgozni házi orvosként Todmordenben, és ugyanitt történt egy évvel később az az eset, hogy eszméletlenül találták a kocsijában. A későbbiekben kiderült, hogy azért, mert Demerolt írt fel saját magának, ami egy bizonyos fájdalomcsillapító, és valószínűleg túladagolta. Emiatt 600 fontos pénzbírságot kapott, és egy rövid ideig a Yorki kábítószer rehabilitációs központban kellett tartózkodnia. Aztán 1977-ben a Manchester melletti Hyde-ba lett házi orvos, és később ugyanitt 1993-ban nyitotta meg saját rendelőjét. Igazából 1998-ban tűnt fel az embereknek a magas halálozási arány Shipman betegei között. Először egy másik házi orvos vette észre 1998 márciusában, és ő szólt is a rendőröknek, viszont bizonyíték hiány a rendőrök nem igazán tudtak tenni semmit. Aztán a későbbiekben egy taxis, egy bizonyos John Shaw taxis is megvádolta Shipment azzal, hogy 21 embert megölt, csak az alapján, hogy mennyi embert szállított oda a rendelőjébe, és aztán, hogy honnan derült ki, hogy azok később meghaltak. Ezek a betegek és idős hölgyek főleg, azt nem tudom. És aztán, ahol ténylegesen Shipman le is bukott, az az eset volt, amikor Angela Woodruff, aki egyébként egy ügyvéd volt, az ő anyja meghalt 1998. június 27-én, és Angelának az lett nagyon furcsa, hogy a végrendeletében semmit nem hagyott a családjára, hanem 386 ezer fontot hagyott Shipmanre, és mint mondtam, ez Angela Woodruffnak nagyon-nagyon fura volt, és nagyon nem tudta elhinni, kizártnak tartotta, úgyhogy rögtön a rendőrséghez fordult, és ők elkezdtek nyomozni az ügyben. Kathleen Grundy holttestét exhumálták, és találtak is a boncolás során morfiumot a testében, amelyet ugye gyakran
használtak akkoriban fájdalomcsillapításra, főleg rákos betegeknél. Shipman azt állította, miután a rendőrség ezzel felkereste, hogy Kathleen Grundy függő volt, és meg is mutatta nekik az erre vonatkozó feljegyzéseit az orvosi számítógépében, illetve a munkahelyi számítógépében. Azonban a későbbiekben, amikor megvizsgálták ezt a számítógépet, kiderült, hogy ezeket mind Grundy halála után írta. Aztán később kiderült, hogy ő készítette, illetve ő hamisította meg ezt a végrendeletet, és 1998. szeptember 7-én le is tartóztatták emiatt. Mivel ez nem volt túl gyakori, hogy végrendeletet hamisít meg Harold Shipman, ezért gondolkodtak, hogy mégis miért hamisítodna meg végrendeletet, meg miért akarná ezt a sok pénzt ugye megkapni, és egyébként ez egy nagyon nagy hiba volt, hogy meghamisította ezt a végrendeletet, tehát konkrétan emiatt bukott le. Nem tudom, hogy miért érte volna meg ez neki. Sokan azt mondták, hogy azért, mert hogy le akart bukni. Néhányan meg azt gondolják, hogy azért, mert korán, 55 éves korában nyugdíjba akart vonulni, és aztán elhagyni Angliát. De nem tudjuk, hogy miért hamisította meg ezt a végrendeletet. Aztán a rendőrség több halálesetet is elkezdett megvizsgálni, pontosabban 15-öt, és kiderítették, hogy az összes áldozattal ugyanúgy végzett. És az összes áldozattal ő végzett ráadásul. Az volt a módszere, hogy halálos adag morfiumot adott be nekik, utána pedig aláírta a halotti anyakönyvi kivonatukat, vagy a halotti bizonyítványukat, majd meghamisította az orvosi feljegyzéseket, hogy úgy tűnjön, mintha ők halálos betegek lettek volna, és természetes úton haltak meg. Ezután 1999. októberében Shipment megint csak letartóztatták ennek a 15 nőnek a meggyilkolásával, és ezt a 15 nőt 1995 és 1998 között ölte meg, ami 3 év. 3 év alatt ölte meg ezt a 15 nőt. Nekem ugye fel van sorolva, hogy kik voltak ezek, de nem fogom nektek felsorolni, mert azért ez elég hosszú lenne, viszont azt tudjuk, hogy az utolsó tényleges áldozata az Kathleen Grundy volt. 2000. január 31-én 6 napos tanácskozás után az esküdtszék 15 rendbeli gyilkosságban és egy rendbeli hamisításban találta bűnösnek Shipment. Shipment a tárgyalása alatt nem mutatott semmiféle megbánást. A bíró ezután életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Harold Shipment, mint a 15 rendbeli gyilkosság miatt azzal az ajánlással, hogy ne engedjék soha őt szabadon. Azt lehet tudni, hogy Shipman a börtönben szoros barátságot kötött egy sorozatgyilkos társával, akit Peter Moore-nak hívtak, aki 4 férfit ölt meg csak szórakozásból. Szuper, legyenek boldogok együtt. Shipman egyébként élete végéig tagadta a bűnösségét, soha nem nyilatkozott semmiféle tettéről. A felesége Primrose kitartott amellett, hogy férje ártatlan, még az elítélése után is, és mint ahogy mondtam, Shipman az egyetlen orvos a brit orvostudomány történetében, akit bűnösnek találtak páciensei meggyilkolásában, és egyébként mondtam ugye, hogy voltak más emberek is, akiket megvádoltak a páciensei meggyilkolásával, például John Botkin Adams, akit 1957-ben vádoltak meg a páciensei meggyilkolásával, de sajnos nem tudtak elítélni. Sokan úgy gondolják, hogy ő egy ilyen példakép volt Harold Shipman számára. Aztán végül 2004. január 13-án este Shipman a lepedőjével felakasztotta magát, és reggel 8 óra 10 perckor halottnak nyilvánították. Az áldozatok családja nyilván nagyon-nagyon mérges volt emiatt, hogy ugye felakasztotta magát, mert ez azt jelentette, hogy soha az életükben nem fognak választ kapni arra, hogy mégis miért követte el Shipman ezeket a tetteket. Az újságok is fel voltak háborodva, tehát konkrétan mindenki fel volt háborodva. Az újságokban egyébként őt Cold Coward-nek hívták, ami azt jelenti, hogy hideg gyáva. Nem is tudom, hogy lehetne jobban lefordítani, de értitek. És az újságok egyébként a börtönt támadták, hogy miért tették lehetővé azt, hogy ez az ember felakassza magát. Aztán az egyik belügyminiszter pesgőt akart bontani, amikor megtudta, hogy meghalt. Egy másik újság örömhírként adta le, tehát nagyon ilyen
mások voltak a reakciók erre az egész eseményre. Illetve ez egy tök jó ötlet, amit az egyik újság írt, ugyanis az egyik újság azt írta, hogy meg kéne változtatni az életfogytiglani börtönbüntetést határozatlan idejűre, mert hogy így talán elkerülhetnék azt, hogy a sorozatgyilkosok és gyilkosok öngyilkosok legyenek a börtönben, illetve hogy így kezelhetőbbek is lennének az elítéltek, mivel nem mondták ugye azt ki nekik, hogy soha az életükben nem fognak kiszabadulni a börtönből, hanem ugye látnának esélyt arra, hogy kiszabadulhatnak. És ez szerintem egy tök jó ötlet, de szerintem ezt még mai napig nem csinálták még. Illetve annyira nagy közutálatnak volt nyilvánítva, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát annyira sokan utálták ezt a Harold Shipment, hogy a rendőrség azt javasolta ugye a feleségének, Primrose-nak, hogy ne temesse el a férjét, mert meg fogják becsteleníteni a sírját. Shipment végül 1905. március 19-én elhamvasztották, és még azt lehet tudni, hogy a rendes órákon kívül titokban került sor erre a hamvasztásra, és ezen a hamvasztáson csak és kizárólag Primrose és a 4 gyermeke vett részt. Amit még nem mondtam el, az az, hogy elindítottak egy ilyen nyomozást, aminek az volt a neve, hogy The Shipman Inquiry, vagyis a Shipman vizsgálat. Ezt a vizsgálatot egyébként nem sokkal a 2000-es letartóztatása után nyitották meg, vagy indították el, és az volt a lényege, hogy megtalálják az Shipmannek az összes áldozatát. Ennek a vizsgálatnak az elnöke egy bizonyos Dame Janet Smith volt. Azért szerettem volna mindenképpen elmondani ezt a Dame-et, mert ez nagyon király, nem hallottam még erről. A Dame az a lovag címnek a női megfelelője volt. 2005. január 24-én adta ki Janet Smith az utolsó jelentését Shipman tevékenységeivel kapcsolatban, amelyben arról számolt be, hogy Shipman további három beteget még biztosan megölt, illetve hogy még fennáll a gyanúja annak, hogy még 4 haláleset az ő nevéhez kötődik, köztük egy 4 éves kislányé is. 1971 és 1998 között összesen 459 ember halt meg a gondozása alatt, viszont nem lehet pontosan tudni, hogy hányan estek gyilkosság, hányan voltak ugye az áldozatai. Janet Smith becslése szerint a teljes áldozatszáma ugye a 27 évben 1971-től 1998-ig 250 volt. És igazából ennyi is volt Dr. Harold Shipman története. Hogyha esetleg jobban szeretnétek utána nézni és utána olvasni, akkor lerakok egy linket a leírásba, ahol sokkal részletesebben le van írva az egész történet, a nyomozás meg mindennel együtt. Angolul van, de hogyha érdekel titeket, akkor mindenféleképpen nézzetek rá, mert szerintem nagyon-nagyon sok plusz info van ott. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!